Jó estét kívánok ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Több jelentős fejlesztés valósult meg 2023-ban Szabó Tünde választókerületében. Teljes vált Nyíregyházán a nagy körút belvárost bekerítő szakasza, újabb óriás cég települt be az ipari parkba, és hajrájához érkezett az új stadion építése. Az országgyűlési képviselő évértékelőjében a júniusi önkormányzati és európai parlamenti választások fontosságára is felhívta a figyelmet. Év végén mindig visszatekintünk egy kicsit, hogy milyen célokat tűztünk ki az idei és miket tudtunk megvalósítani persze tervezzük már a következő esztendőt. Én nagyon örülök annak, hogy Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormány biztosan lehetek, hiszen ezáltal Nyíregyházát nagyon erőteljesen tudom segíteni, és látható is, hogy ez a terület, hogyha Magyarországot nézzük, és ezeket a, a világban zajló nehézségeket, mint a Covid és azt követően ugye a háborús helyzetek, az európai elhibázott szankciók, azt gondolom, hogy Magyarország nagyon jó úton halad, és Nyíregyháza és térsége is óriási ütemben fejlődik. Ezt szeretnénk megtartani a jövő esztendőre is, ami szintén nem lesz egy könnyű esztendő, de hogyha egy ilyen nehézségekkel teli évben voltunk, és ilyen eredményeket el tudtunk érni, a fejlesztések tekintetében útfejlesztések zajlottak egyházán és zajlanak is folyamatosan. Próbálunk mindenhol segíteni a fiataloknak, a családoknak, a nyugdíjasoknak, és ugye a konzultációt is elindítottuk, hogy mit szeretnének az itt élők, és hogyha így tudunk haladni, akkor azt gondolom, hogy, hogy biztosak lehetünk benne, hogy a lakosság is elégedett lesz amit a városlakó lakó legelőször érzékelt, az a közlekedés, hiszen reggel kilép az utcára, beül a kocsiába, vagy felszáll egy buszra, akkor rögtön látja, hogy mennyire könnyű vagy nehéz eljutni Ábó Bébe. Az idejében fejeződött be a Nyíregyházán a körút fejlesztése, és a felüljáró ugye a kertváros felé, mennyiben javítja ez az itt élők életminőségét. Óriási igény volt rá, hogyha megnézzük a történelmet, hiszen ez egy történelmi beruházás, 40 évvel ezelőtt már ígéret volt a város számára, a városban élők számára, hogy a nagykörút be lesz zárva a délnyugati szakasza, ugye ez egy másfél kilométeres szakasz, kétszer-két sávos megoldással tudták megvalósítani az itt élők igényét, és ez bezáródott, most már elmondhatjuk, hogy egy teljes nagy nagykörútunk van. Ugye ez a gazdaságfejlesztés is igen erőteljesen javítja és szolgálja a turisztikai szolgáltatásokat, és természetesen az itt élőket. Nagyon fontos, hogy több bekötőút is fejlesztésre került ezáltal, és azt gondolom, hogy óriási teher volt, úgymond a belvárosnak, hogy ez a szakasz nem volt kész. Ugye 7 évvel ezelőtt kezdődött el a tervezés, és a kivitelezést pedig másfél év alatt megvalósult. Ugye az elmúlt esztendő tavaszán tettük le az alapkövet, és az elmúlt hetekben át is tudtuk adni. Óriási harc folyik Európában a befektetőkért. Ugye ezekért a nagy beruházókért a Németországgal, Lengyelországgal, Franciaországgal versenyeztünk, és bennünket választottak. Ugye Magyarország gazdasági helyzetét nézik, az adórendszert nézik, a munkahelyeket nézik, hogy milyen lehetőségek vannak, és Nyíregyházára esett a választás, ez nagyon fontos, hiszen meg kell teremteni azt, hogy munkahelyeket hozzunk létre, valamint a munkahely megtartó igény is óriási. Az, hogyha befektetők érkeznek, ahhoz ipari parkokra is szükség van. Ugye az elmúlt időszakban a magyar kormány jelentősen tudott támogatást biztosítani ipari park terület megszerzésére, ugye 640 hektárunk van már, és telítődik úgymond a nagy befektetőkkel, valamint az itt lévők is már tudnak terjeszkedni, ez is fontos a következő időszakra. És azt gondolom, hogy ez jelentősen befolyásolja a gazdasági szereplőknek az életét, hiszen hogyha ide érkezik egy nagy befektető, akkor az azt jelenti, hogy a szolgáltatásokat biztosítani kell az itt élőknek, az itt dolgozóknak és természetesen a befektetőknek is. Nagyon fontos, hogy mindig a környezetvédelmi hatástanulmányokat megnézve biztosítsuk azt, hogy mindenkinek az igénye teljesüljön, és vigyázzunk az értékeinkre. Minden szabályzatot különösen Magyarországon erőteljesen be kell tartani, és hogyha nézzük európai szabályokat és a magyarokat, a magyarok sokkal erőteljesebben jelen vannak az elmúlt években szinte minden alkalommal tudtunk beszélni egy nagyobb sport beruházásról, hogy a jégpálya, kontinentális a úszoda, atlétikai centrum. Az idén nem volt ekkora volumenű fejlesztés, viszont a hajrája az érkezett a városi stadion építése, amelyet már nagyon várnak a városlakok és a szurkolók. Nagyon fogják szeretni az itt élők a, a stadionunkat. Ugye, hogyha egy ilyen létesítmény megépül és átadásra kerül, akkor megváltozik az emberek, az itt élőknek a kultúrája is, hiszen ezekben a létesítményekben nem csak nézni lehet a futballt, hanem más egyéb szolgáltatásokat és kulturális eseményeket is be lehet hozni, valamint a nézők is átalakulnak, hiszen a, megjelennek a gyerekek, a családok, a nők a, a futballmérkőzéseken. És ez egy ilyen családi program lesz. Természetesen nagyon fontos, hogy jó legyen a foci is de látjuk, annyira egy házi csapat egyre erősödik, úgyhogy nagyon-nagyon drukkolunk, most első helyen áll, ugye a MB2-ben, és ha így folytatjuk, akkor jövőre felkerülhetünk az MB1-be, lehet, hogy ezt még így nem mondták ki, de azért nagyon bízunk benne, és hogyha új stadionunk lesz, és egy esetleg egy MB1-es csapatunk, de, de már az a ö, legfontosabb, hogy jó futballt lássunk, akkor azt gondolom, hogy meg fognak tenni a lelátók is, és ne felejtkezzünk el arról, hogy ez a létesítmény egy 1958-as létesítmény volt. Nagyon fontos volt, hogy ha ide érkezik, egy turista, egy befektető, egyből megnézni, hogy milyen sportlétesítményeink vannak. Ez egy, egy elsődleges szempont, és erre mindannyian nagyon-nagyon büszkék leszünk, hogy egy ilyen stadionunk van beszéljünk egy picit a jövőről. 2024 olyan szempontból speciális lesz, hogy júniusban két választás is lesz. Egyszerre egy önkormányzati választás és egy Európai Uniós választás. Mi a jelentős értéke ezeknek a választásoknak? Óriási jelentősége van, és nagyon számítunk az itt élőkre, hiszen tudjuk jól, hogy mi fidesz KDNP pártja a biztonság pártján vagyunk, és természetesen a gazdaság védelme, a családvédelem elsődleges. Úgyhogy mi ezt képviseltük eddig is, ezt fogjuk ezt követően is. Ugye nagyon fontosak a határvédelmek, azt tudjuk jól, hogy háborús helyzet van az egyik határ, és a legközvetlenebben érinti ugye Nyíregyházát vagy a térségét, itt is nagyon fontos az, hogy segítsük úgymond a határon túliakat, valamint a délebbi határszakaszokon viszont a migráció megállítása, hiszen, hogyha az elmúlt időszakot nézzük, akkor 2015 óta egy millióan próbálkoztak bejutni az országba. Ezeket ugye meg kellett állítani, és a határvédelem az, az elsődleges szempont ilyen téren hogyha az elmúlt esztendőt nézzük számszakilag, akkor 100 ezren próbáltak bejönni, tehát ezek óriási számok, és ezek csak nőnek, úgyhogy meg fogjuk védeni Magyarország szuverénitását, és ugye az Európai Uniós választás is erről szól, látjuk Európa merre felé halad, az uniós országokban is választások fognak jönni, és a jobb oldal képviselői viszont előteljesen fognak a következő időszakokban nyerni. Január 1 új struktúrában működik a szabolcs szatmár vármegyei Oktatókórház a változás jelentős terheket vesz le az intézmény vezetőségéről, amely így nagyobb figyelmet fordíthat az egészségügyi szakmai munkára. Fejlesztésekből sem volt hiány az utóbbi időszakban, új nővérszálló épült és számos osztály eszközparkja bővült. Fontos változás továbbá, hogy az év már nem Szűcs Attila az integrált kórház főigazgatója. Az intézmény elmúlt egy évét azonban még ő értékelte kameránk előtt. Immár csak nem négy éve, hogy szinte teljesen átrendezte a magyar egészségügyi ellátást a koronavírus. A járvány különösképpen 2020-ban és 2021-ben volt csúcson, amely a szabolcs már bereg vármegyei oktatókórházban működő rendszert is alapjaiban változtatta meg. Az elmúlt egy évben már jelentősen csökkent a Covid okozta terhelés az integrált intézményben. Szűcs Attila főigazgató ugyanakkor azt mondta, fel kellett készülni egyéb fontos strukturális változásokra, emellett pedig a fejlesztések területén is szintet kellett lépni az utóbbi egy évben. Egy nem könnyű, de a COVID-érához képest mindenképpen könnyebb a terhelés tekintetében, könnyebb évet zárunk. Nagyon sok minden történt ebben az évben is. Ugye, mint mindannyian tudják, az egészségügyben, az utóbbi időszakban, az utóbbi években lehet mondani, egy folyamatos átalakulás zajlik. És ez a COVID utáni, úgymond teljes mértékben már stabil, mondhatjuk COVID mentes év, ez az átalakulás egyik legfontosabb éve volt. Az év elején elkezdődött az átalakulás, itt a mi intézményünkben is, az országos megyei átalakulásban az elsők között márciusban átalakítottuk első lépésként az ügyeleti rendszert. Azóta több hónap eltelt, azt kimerem jelenten, hogy beváltotta hozzá fűzött reményeket, nyilvánvaló a kezdeti nehézségeket leküzdve most már jó működik, itt Nyíregyházán integráltan a sürgőségi betegellátó centrummal, minden más helyen a kialakított stabil a helyzet, fogadjuk a betegeket, magas színvonalon látjuk el a betegeket. A következő nagy strukturális jellegű lépés az július 1-én volt, amikor szintén egy kormányhatározat eredményeképpen a védőnői rendszer átalakult, és a védőnők, ez a mi vármegyékbe 234 védőnői körzetet jelent. Átkerültek a Vármegyei intézményhez. Akkor is elmondtam, most is. Több hónap után azt mondom, ez egy helyes döntés volt, hiszen a védőnői hálózat az egészségügyi ellátórendszer alapjához tartozik. A háziorosi rendszer és a védőnői rendszer, ez az a két alap, ahonnan lényegében indul az egész ellátóügyi rendszer, és aztán nyilván a szakrendelők, a városi jellegű kórházak, a vármegyi intézmények és az országos intézményekre épül fel az egész ellátórendszer. Szintén nem volt egyszerű, hiszen, ahogy mondtam, 234 védőnő került át hozzánk, szerződéseket meg kellett kötni az önkormányzatokkal, biztosítani kellett a folyamatos működését az ellátórendszernek. Kialakítottunk a Vármegyei Intézményben egy speciális védőnői osztályt, egy osztályvezetővel az élén, aki irányítja a napi operatív munkáját a védőnőknek, de természetesen az elkövetkező évben is még van tendő a minimum feltételek a gép és műszerpart komplettálása tekintetében, de az irány jó, a védőnőket bevontuk, most már nem csak a klasszikus védőnői feladatba, hanem amennyiben a körzetben egyéb egészségügyi ellátó esemény zajlott, akár a mi egészségfejlesztési irodánk által irányítva, akár mint egy szűrőbusz Kivérkezés volt, az adott településre a védőnök mindenütt segítettek és szervezték a helyi feladatokat. Január 1-től óriási változás lesz, hogy a kórházak működtetését átveszi az állam, nyilván alvállalkozók segítségével, ez január 1-től fog megtörténni, ezzel is nagyon sok teendő volt, ősztől most is van még, reméljük, hogy minden zöggenőmentesen lezajlik, és január 1-én már nem az egészségügyi intézmény fogja sok tekintetben ezeket a feladatokat ellátni. Itt az alap koncepció a döntés hátterében az volt, hogy vegyük ki a kórházak, a kórház vezetősének feladatai körül azokat az ellátadó területeket, ami nem egészségügyi, orvos szakmai, ápolás szakmai ellátás. Azaz nagyon sok minden megmarad, minden, ami egészségügyi, és ami már ezen kívül van, az kerül át a kefhez, azon keresztül pedig különböző alvállalkozákhoz, őrzésvédés, takarítás, parkfenntartás, műszaki fenntartás, egyebek. De ez egy nagy feladat, ami az elkövetkező napokban fog megvalósulni. Az intézményben nagyon sok minden megvalósult fejlesztés tekintetében. Az év során összesen több mint 8 milliárd forintban valósultak meg beruházások. Ebből több mint 5 milliárd állami magyar állami pénzből, a fenntartó irányításával, és körülbelül 3 milliárd, ami Európai Uniós programokon keresztül valósult meg. Nagyon aktívak voltunk és vagyunk az európai pályázatokba, ugye a határon átnyúló pályázatokba, köz több sikeres programunk volt a román parterünkkel, ez a Szatmári Sürgősségi Vármegyei Kórház, illetve a Ukrán a Munkácsi Gyermekkórházzal is közösen sikerrel pályáztunk. Az idei évben sikerrel folytattuk ezt a feladatot, de a jövő év és már megvannak az elképzeléseink, a terveink, megnyúltak az új pályázati lehetőségek, ezt szeretnénk majd folytatni. Az említett közel 8 milliárd beruházásban nagyon sok minden érkezett az intézmény. Gépek, műszerek, a teljes igénye nélkül csak, hogy néhányat említsek, új CT készülék, új röngen készülék, a gyermek tekintetében több ultrahang készülék. Óriási beruházás volt, hogy a szívkatéteres laborunkat felújítottuk. Az egyik szívkatéteres asztal labor az egy teljesen új, amit nemrég vettek birtoká, birtokukba a kollégáink. Egy nagy beruházás volt a sebészeti ellátás területén, amikor egy több százmilliós értékű speciális ultrahangos készüléket szereztünk be. Óriási fejlesztés valósult meg az onkológián, ott főleg szoftverek, amik még precízebbé, pontosabbá teszik a radiológiai onkológiai ellátást. Szintén nagy fejlesztéseink voltak a patológiai osztályon, ami a szövettani vizsgálatokat teszi még precizebbé, még biztonságosabbá lehetőséget nyújt a távkonzilium lehetőségére. Szóval az intenzív osztályon is újabb gépek, műszerek kezdtek az osztályunkra. Tényleg azt tudom mondani, nagyon sok minden történt. De ugyanakkor azt kell mondjam, ez így természetes. Az ellátó ellátórendszer így kell, hogy működjön. Mégpedig azért, mert a gépek, műszerek elavulnak, elromlanak. Ezeket meg kell újítani, meg kell javítani. Óriási, rendkívül gyors az innováció. Új gépeket, műszereket kell beszerezzünk, hiszen csak így tudjuk megfelelő magas színvonalon működtetni az ellátórendszert. De mindig elmondom, és ez tényleg egy alap, hogy mindez kevés. A kulcskérdés a humán erőforrás. Ebben a tekintetben rengeteg a tennivaló, tette hozzá Szűcs Attila. Az ugyanakkor üdvözlendő, hogy a bérek az egészségügy valamennyi szintjén jelentősen emelkedtek az utóbbi időszakban. 35. éve dolgozom, de ilyen komoly bérfejlesztésekre nem volt példa, ami az utóbbi években megvalósult. Ez nagyon-nagyon jó kimerem itt a nagy nyilvánosság előtt is jelenteni, hogy az orvosaink tisztességes fizetést, tisztességes ügyeleti díjat kapnak, ami már, hogyha a vásárlóparitást és egyéb mutatókat is nézzük, már összevethető a nyugat-európai bérekkel, ügyeleti díjakkal. Az ápolás szakmai területen is az elmúlt három évben már három komoly bérfejlesztés megvalósult, 18-20-22 százalékban, és mindannyian tudjuk, hogy márciustól jön egy újabb még komolyabb mértékű béremelés. Ezek nagyon jó dolgok, természetesen, főleg a ápolói területen szükség van rá. Ezek a lépések is természetesen hozzájárultak ahhoz, hogy a rendszer stabilabban működjön, de még mindig azt tudjuk mondani, hogy a humán erőforrásban hiányunk van hiányunk van. Orosz szakmai területen, ugye mi egy nagy integrált vármegye intézmény vagyunk, 5750 munkatársunk van, öt városban végzünk fekvőbetegellátás, plusz egy helyen járóbetegellátást, óriási humán erőforrás igényünk van, hiszen nyugdíjba is mennek kollégák, mindig van egy fluktuáció is, ami 5-6-7 százalékot eléri. Ez egy természetes jelenség, mindig volt, van és lesz is. Ezért nekünk mindig előre kell mennünk. Az irány ebben a területen is nagyon jó, hiszen az idén, mint tavaly is, 28 új kollega érkezett az intézményből, 28 rezidens különböző szakterületekre. Természetesen a fiataloknak több év, mire szakorvossá válnak, és teljes értékű szakorvosi munkát tudnak végezni, de az irány jó. Az orvos szakmai területen azt tudom mondani, hogy a nyíregyházi takkórázunkban stabil a helyzet, a városi takkórházainkban ott rosszabb a helyzet, sok a nyugdíjkorhatáros közeli vagy már nyugdíjas munkatársunk, ezért ha egy picit az elmúlt évet nézzük, én ezt egy nagy sikernek értékelem, hogy minden takkórházunkban tudtuk meg tudtuk tartani a működőképességünket, lényegében minden osztályunkat, minden szakmát működtetni és fenntartani tudtunk. Egyedül a nagykálói takorházunkban volt szükség évközben egy két osztály átmeneti szüneteltetésére, azól, hogy onnan az ápolóinkat, a humán erőforrást át tudjuk hozzá a nyíregyházi takorházba, és ahol akkor a legnagyobb terhelés volt a belgyógyászat területen, egy új részleget nyitottunk a négyes belgyógyászaton, így az ott felszabaduló munkatársak tudták segíteni azt, hogy ezt az új részleget el indítani. Nálunk az teljesen természetes, hogy ahogy mondtam, egy nagy integrált intézményben mindannyiunknak minden takkórház a munkahelye, és oda megyünk dolgozni, ahol a hiány van, ahol a legnagyobb szükség van. Azaz az egy természetes jelenség, hogy naponta különböző szakterület szakorosai mennek, Fehérgyarmatra, vagy Máté Szalkára, Máté Szalkáról, anesztasszisztens nők, röngenasszisztens nők, műtős nők érkeznek a nyíregyházi takkórházunkba. Ez az integráció, amit az elmúlt évben tovább tudtunk mélyíteni, és jelenleg ott tartunk, hogy a két legnagyobb szakterület kivételével, az a sebészet, meg a belgyógyászati szakterület, a többi szakma tekintetében megvalósítottuk azt az elvünket és elképzelésünket, hogy az SSBVK-n belül egy szakma, egy osztály. Ez azt jelenti, akár a saját szakmámat is, a saját osztályunkat nézzük, hogy a szabolcs már bár Bereg Vármegye oktatókarázban egy anesteziológiai és intenzív terápiás osztály van, és annak van nyiregyházi részlegei vannak, van mátészalkai részlege és fehérgyarmati részlege ez az integráció azt jelenti, hogy igyekszünk a tagkórházainkban is minden addig még hiányzó esetleg gép műszerparkkat komplettálni, hogy a részlegeken is szinte mindenütt ugyanazt a magas színvonalú ellátást tudjuk nyújtani, biztosítani a betegeink számára, és természetesen a humán erőforrást is a legmegfelelőbben tudjuk így alokálni, aktuálisan oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. De ezen a területen még van teendőnk, és én nagyon bízom benne, hogy a márciusi ápolás szakmai béremel és még több embert fog visszavonni az egészségügyi rendszerbe azok, akik az elmúlt korábbi években, évtizedekben akár elhagyták a szakmát. És alapvetően ez egy nagy siker, hogy ez az integráció zajlik, ami egyedi, ilyen mély integráció egyetlen egy vármegyében sincs. Az elmúlt évben szinte minden vármegyei intézményben megvalósult a gazdasági integráció, valamilyen formában, mélységében, de ez a mély, már a szakmát érintő, ahogy elmondtam, egy szakma, egy osztály jellegű integráció csak a mi vármegyékben valósult meg eddig. Nehézséget okoz a kórházak számára a gazdasági helyzet. Az egészségügyi állátórendszernek ugyanis soha nem látott mértékű költségvetési hiány ellenére kell megbízhatóan működnie. A mi intézményünkben is több mint 4 milliárd a december elejé hiányunk, ami mögött alapvetően több összetett folyamat áll. Az első folyamat nyilván a gazdasági nehézségek, amelyek világszerte voltak, hozták a drágulást, érinti ez az energiahordozókat, de ami minket nagyon erősen érintett, a gyógyszerek áremelkedése, hiszen az energiárak tekintetében a kormányzat egy jelentős kompenzációt adott az intézményünknek, így nekünk is. És természetesen márciustól visszaállt az egészségügyi rendszer a teljesítményfinanszírozásra, ez minket is egy picit hátrányosan érintett, mert hogy az elején már említettem, hogy a korábbi években is, az idejében pedig két osztály tekintetében szükség volt átmeneti szüneteltetésre, azaz több osztályunk jelenleg is nem működik, szünetel, és ezért nem tudjuk elérni azokat a teljesítményeket, ami akár 2019-ben volt, így a financiálisan sem tudjuk elérni azt a teljesítményt, amit szeretnénk, természetesen dolgozunk rajta, és mindenki maximálisan megtesz mindent, de érthető, ha nem működik osztály, úgy nehéz elérni ugyanazt a teljesítményt a megmaradt osztályokkal, mint amit korábban elértünk. Azaz az okok dominálóan ezek a drágulás, az áremelkedés és nyilván a teljesítmény némi csökkenése. A megoldás a fenntartói megoldást, egyrészt, másrészt tovább optimalizálni a működést, amit tudunk működtetni, azt magas színvonalon működtessük, és maximálisan teljesítményben, amit csak lehet, végig kell vinni, és mind a szakrendelők tekintetében, mint a járóbeteg, mint a fekvőbeteg ellátás tekintetében maximalizálni kell az ellátást. De szeretném megragadni itt is az alkalmat, és kihangsúlyozni. Ugye, ami, amit gyakran visszahallok, hogy az intézményünkben is várólisták vannak, x helyen ennyit kell várni egy műtétre, ennyit kell várni, ez természetesen így van. Ez így van a világ minden részén hiszen soha nincs olyan ellátórendszer sehol, ami teljes mértékben, azonnal tudja vállalni a felmerülő igényeket. Amit itt én nagyon fontosnak tartok kiemelni, az a fontos, hogy minden, ami sürgős, az azonnali ellátást kapjon. Minden, ami daganatos betegség vagy annak a gyanúja felmerül, az soron kívül azonnali ellátásként menjen. Négy héten belül mindenkit, aki daganat gyanújával jelentkezik, kivizsgálunk, végigviszünk, és meg kell érteni a lakosságnak is, hogy ami nem tartozik ezekbe a kategóriákba, és ami jelenlévő probléma, de nem jelent, életveszélyt, nem jelent egészségkárosodásra veszélyt, azt türelemmel kell viselni, szépen besoroljuk, és el fogunk mindenkit látni. Tudomásul kell venni, és ezt mindig kihangsúlyozom, nem csak az számít, hogy ellássunk valakit, hanem azt, hogy megfelelő színvonalon lássunk el. A lehető legmagasabb színvonalon, mint szakmai tekintetben, mint pedig nyilván az ellátó rendszerben uralkodó viselkedés, morál tekintetében. Két alapvető fontosságot tartottam, tartok most is fontosnak, mint főigazgató az intézményben, hogy a szakmai színvonal maximális legyen, amit el tudunk látni az adott gép, műszerparkra, gyógyszer rendelkezésre, gyógyszerparkra, ami adott, azt a lehető legmagasabb szakmai színvonal el kell látni. A másik, hogy ebben az intézményben, ha bárki bekerül, Mindenütt olyan viselkedéssel, olyan morállal találkozon, ami együttérző, empatikus, kultúr. Mindig azt szoktam mondani, hogy mindenkinek úgy kell viselkedni, ismerősünk, rokonunk, bárki legyen is az, ahogy ma elvárható. Tudom, hogy itt némi kis probléma időnként előfordul, de összességében ha azt nézzük, hogy milyen óriási a struktúra, és több mint ötezeren dolgozunk a rendszerben, alapvetően büszkén vállalható az, ami az intézményben zajlik, ilyen tekintetben is. Lényegi változása a Vármegyei Kórház életében, hogy Szűcs Attila főigazgatói megbízatása 2023. december 31-én lejárt. Az integrált intézmény vezetője saját maga döntött úgy, hogy másfél év után átadja pozícióját, és helyezi újra előtérbe a gyógyítást az anesteziológiai és intenzív terápiás osztályon. A főigazgatói poszt utódlásáról a következő hetekben születik döntés. Én amikor főigazgató lettem, akkor is talán itt a Kölcsei Televízióban és máshogy is elmondtam, hogy én ezt csak egy meghatározott időre vállaltam tavaly júniusban az akkori főigazgatók, Szondizita főigazgatóasszony ugye az Országos Kórházi Főigazgatósághoz került, és én akkor orvosigazgató voltam, és az SMS szerint június 1-től átvettem a főigazgatói teendőket is, majd nyilván lezájlott egy egyeztetési folyamat, és végül szeptember 1-én ki az Országos Kórházi Főigazgató, akkor is egyedüli főigazgatóként határozott időre. Ez a határozott idő, ez a mostani december 31-i időpont, akkor is így gondoltam, eltelt több mint egy év, most is így gondolom, hogy nem szeretném megújítani a főigazgatói szerződésemet, nem azért, mert nem szerettem, nem szeretek most is főigazgatóink goldozni. Én egy óriási feladatot láttam, óriási felelősséget, óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy főigazgatóként is dolgozhatom, de mindenütt elmondtam, én alapvetően orvos vagyok, klinikus vagyok, én az is szeretnék maradni. És tartósan a két munkát az én esetemben ez az, az intenzív osztály vezetése és a mindennapi munka, az ügyeleti ellátás, a másik oldalról pedig ekkora intézménynek a főigazgatói feladatait nem lehet tartósan összeegyeztetni, ez a bő egy év, ez a másfél év bőven elég volt, de Miután a szakmámat nem akarom elhagyni, igazából számomra nem volt ez egy választás, hanem én orvosként szeretnék tovább dolgozni, és természetesen ezt követően is mindent megtezek az intézmény érdekében, hiszen nagyon szeretem ezt az intézményt, mindenettől az intézménytől kaptam életembe, és ezt én soha nem felejtem el. Úgyhogy ezért van az, hogy én december 31-én nem újítom meg a szerződésemet, január 1-től jelenleg úgy néz ki, hogy nem lesz kinevezett főigazgató az intézménynek, ugyanaz a helyzet áll elő, mint tavaly júniusban, amikor szondizit a főigazgató. Asszony elment azok főbe, hanem most január 1-től Ajzner Éva asszony, az SMS szerinti főigazgató helyettes fogja vinni a főigazgatói feladatokat is, és ezt követően majd a fenntartó eldönti, hogy hogyan tovább, hogy kinevezésre kerül-e valaki ő, vagy pedig pályáztatás lesz, ezt meglátjuk. Mi mindenképpen én is, mint leköszönő főigazgató, a jelenlegi vezetőség is azt szeretnénk, hogy orvosigazgató orvosigazgatóasszony venné át a főigazgatói feladatokat már kinevezett főigazgatóként, de meglátjuk az elkövetkező hetek, hónapok választ adnak erre a kérdésre, de az intézmény stabilan működik január 1 követően is. Először, amikor átvettem a feladatokat, hogy miután orvosigazgatóként már együtt dolgoztunk, ugye Szondizit a főigazgató asszonya, azért volt elképzelésem róla, hogy hogy zajlik, hiszen láttam, együtt dolgoztunk, de mindenképpen egy óriási felelősség. Óriási felelősség, egy nagy intézmény, ahogy mondtam, 5750 ember, nagyon-nagyon sok osztály, nagyon-nagyon sok szakma. Alapvetően ez egy óriási felelősség volt, egy óriási lehetőség is. Én ebbe feladatot láttam. Tenni kell mindenkinek a maga helyén akár egy osztályvezetőként, akár egy főigazgatóként. Nyilván nekem is bele kellett sok mindenben jönnöm, át kellett lássam a kezdeti időszakban a mélységeit, az administratív jellegű dolgokat, de azt tudom mondani, hogy alapvetően nagyon szerettem, ahogy az előbb már mondtam. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy egy nagyszerű vezetői csapattal dolgoztam, és dolgozhatok még most is együtt, és szeretném megragadni itt az alkalmat, hogy nekik is megköszönjem a vezetőtársaimnak az elmúlt másfél évet, hiszen nagyon szoros integrációban, óriási bizalommal dolgoztunk, dolgozunk együtt, és nem is szeretnék senkit kiemelni, de nyilván az ápolás szakma, a fejlesztés, az orvosigazgatás, hát ez mind elválaszthatatlan, a jogi osztály, a HR, ez csak együtt működhet. És ilyen értelemben szerencsém volt, van, hogy nagyszerű munkatársak vesznek körül, ezért nem volt nehéz, voltak nehézségek benne, de alapvetően én szerettem ezt csinálni, megmondom őszintén, egy picit élveztem is ezt az egész feladatot, és ahogy az elején mondtam, számomra ez egy büszkeség volt, hogy én is dolgozhattam az elmúlt másfél évben. Nyugodt vagyok olyan tekintetben, ha a jelenlegi vezetés viszi tovább a feladatokat. Ez a gondolatvilág, ez az irányvonal, amit kidolgoztunk, amit alkalmazunk, ez szerintem töretlenül fog majd menni tovább. Megragadnám szintén még itt az alkalmat, és megköszönjem a nagy integrált intézményünk minden egyes dolgozójának, dolgozzon bárhol és bármilyen területen az elmúlt év munkáját, mert ahogy mondtam, büszke vagyok az intézményre, és büszke vagyok a teljesítményre, amit az elmúlt évben is nyújtottak a kollégáink. Köszönöm szépen nekik a teljesítményt, további sok Sikert, jó munkát kívánok nekik a következő évre is, és megragadom az alkalmat, és kérem minden nézőnket, hallgatónkat, hogy vigyázzanak az egészségükre, tartsák be a szabályokat, egészséges életmód, a szorosok által javasolt gyógyszereket szedjék, de bizalommal forduljanak hozzánk, mert mindent meg fogunk tenni ezt követően, és a lehető legmagasabb színvonalon Lássuk el őket, és biztosítsuk számukra itt a vármegyőbe a magas színvonalú szakmai ellátást. Kedves nézők, eddig tartott már 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!